Sziasztok srácok, itt vagyunk egy következő videóban, és a mai videóban megnézünk kettő XXL blistert, kettő lengyel változatot, amit még a Collectortól kaptam. Ugye néztük már a magyart, most megnézzük, hogy mégiscsak milyen a lengyel, de tudjátok, a megszokott intro, utána nézzük meg a jó kis XXL limitedeket. Szóval srácok, blister bontás lesz ma is, jó kis XXL, méghozzá lengyel verziós, ami a Collectornál van, úgyhogy köszönöm szépen a Collectornak srácok a lehetőséget, hogy megnézhetem ezeket a jó kis XXL blistereket. Nagyon sokfajta FIFA-ramat van öt terméket, akár fatpacket elérhettek a collector.hu-n, és ami érdekesség, hogy ebbe három csomag és egy XXL limitált van, és ehhez mérten jóval olcsóbb is a Collectornál az XXL blister, ugye kevesebb benne a kártya, azért ez fontos kiemelni, de jóval olcsóbb, ilyen 2200 forint környékén mozog, úgyhogy szerintem azért elég korrekt deal, de nézzük is meg, hogy mégis miket tartalmaznak pontosan. Bontsuk is az elsőt, ugye magyar ár nincs is rajta értelemszerűen, három csomag és az egy XXL, ott van a FIFA licenc matrica. Úgyhogy nézzük is az első blistert, amit, hát nem is tudom, továbbra se tudok kinyitni normálisan. Hát ott azért csak megoldom. És nézzük, hogy milyen XXL kártya van benne. Annyira nem gyűjtöm őket, mert csak ilyen tokba tudom tenni. Jobban szeretném albumba. És ő egy Van Dijk. Nagyon kérem, hogy nagyon jól néz ki az XXL limitált, és nem lett sarkas. Pedig gondoljatok bele, ezt legyártották, meg ott volt Lengyelországban, most éppen itt van Magyarországon, Budapesten az asztalon, úgyhogy nagyon komoly, nem lesz sarkos. Teljesen jó. Nézzük is az első pakkot. És indítunk is egy City mezzel, alatta ott van egy Lewandowski láb, nekem pont a fej kéne. Van még egy Di Maria, egy Zsota, van még egy Velde, illetve viccel az Atletico Madridból. Következő pakk. Itt is felállás a Marseille-ből, aztán alatta egy jó fans favorite, Neymar, egy Dominator Morata. A Morata mindent csinál, csak nem dominálja a mérkőzéseket. Van egy Mendy, egy Lenglet, illetve Skovolsen még a Brüsszből. Utolsó pakka Bristerből, hát azért a három csomagot rapid gyorsasággal ki lehet nyitni. Van még egy Barca logó, na most jönnek a Barca kártyák be, ezek a mérkőzésen nem jött egy se. Marquinhos, vagyis hát De Ter Stegen Kimpembe, Ellen, van még egy Lukaku, illetve Rens az Ajaxból, az első blisterből. Azért nem volt ez egy rossz bontás, ugye egy XXL limitált van hozzá, sajnos kicsi nincsen, vagy éppen dupla XXL, de nézzük is a következőt, és reméljük, hogy nem Van Dijk lesz benne. Az nagyon szomorú lenne, a Van Dijkot nyitnánk. Szépen az alját széttépjük. XXL. Nincsen pozíciója. Egy jó csapatkép. Wow. Na nézzük csak meg. Az hát! Olimpiákoszos csapatkép. Ez nem valami külföldi? Tehát, hogy ez lehetnyíti Magyarországon csapatképet XXL-be. Ez totál meglepetés. Wow. Én azt hittem, hogy csak játékosokat lehet nyitni. Hát ha valaki tudja, kommentben írja meg, de... ezért is jók ezek a külföldi termékek, mert olyan kártyákat is lehet nyitni limitedben, amit így nem nagyon. Tehát a Panini el szokta szórni országonként területileg. Ez nagyon jó. Nagyon király. Hát ez egy nagy meglepetés volt most. És nézzük a csomagokat, még mi ugrik ki belőle. Egy Marseille logo, Fans Favorite Mineiro, aztán egy Bergkvist, Calabria, van még egy, azt mondjam, azt mondtam, hogy Azpilicueta, Cucurella, minden videóban kötelező, Danilóval együtt, hogy miért van az, hogy ez a két játékos benne van minden ötödik csomagban, így egymás után, azt így nem vagyok képes felfogni. Menjünk is inkább a következő csomagra. Fehérvári mez, alatta Top Keeper Donnarumma, illetve Di Maria Magician, van még egy López kapus, Christensen a Barszából, illetve Zaracho a Mineiroból. És nézzük is az utolsó csomagot, ahol van egy Ajax logó, egy Dominator Rashford, van még egy Schön, aztán egy Bradby,
még egy Valverde, illetve Mbappé a PSG-ből. Hát wow, ez egy nagyon nagy meglepetés bontás volt most itt ezzel a csapatképes XXL-lel, de elég király, egészen király, hogy lehet nyitni ilyeneket is. Link ott van a leírásban, srácok, ha ti is szeretnétek egy ilyen blister bontani, hát hogy ti is kinyitjátok az Olympiakosz csapatképet. Úgyhogy srácok, ez lett volna ez a mai videó. Ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, amíg nem tettétek meg. Találkozunk holnap egy következő videóban, addig is legyetek jó, sziasztok!